Csütörtöki sajtótájékoztatónk reggelén tónos eső hullott Csornára, aki kijött a házból, utcára lépett, a tapasztalattól, hogy mit jelent ez. Ugye síktalanítás, hóeltakarítás, sláger téma decemberben. Kinek mi a feladata? Kezdjük az önkormányzattal, a polgármester úr. Jó napot kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a Rábaközi Televízió nézőit. Ilyenkor november végén, december elején minden évben, mondhatom azt most már, hogy hagyományos módon adunk egy rövid tájékoztatást a város hó- és sikosságmentesítésének az előkészületeiről, és hogyan is fogalmazott ma hajnalban a jelentős honos eső esett, úgyhogy nagyon időszerű erről beszélni. Egyébként tegnap este le is szórattuk a várost, tehát sikosságmentesítettük, és ez már reggelre érződött is, hiszen biztonságosan tudtunk közlekedni. Én az elején néhány fogalmat tisztáznék talán, amit a bevezetőjében említett is ugye a szerkesztő úr, hogy mit is jelent a hóeltakarítás és a sikosságmentesítése. Ez jellemzően egy olyan téli tevékenység, melynek során az utak, a járdák, kerékpárutak, tömegközlekedési várakozóhelyek, vagy a járdaszigetek, az út egyéb tartozékainak a biztonságos használatának a biztosítását jelenti, amely áll hó eltakarításból és sikosságmentesítésből. Ugye népszerű kérdés, hogy ez kinek a feladata, többször beszélünk ugye erről. Ha a jogszabály eltérően nem hivatkozik, és hangsúlyozni szeretném, hogy vannak ilyenek, de ha nem, akkor nagy általánosságban az adott terület, az adott ingatlan tulajdonosának a feladata gondoskodni ezekről a tevékenységekről. Az utakon, illetve a hozzátartozó várakozó helyeken az útnak a kezelője takarít, Csornán ez 90%-ban az önkormányzatnak a feladata, de vannak a magyar között non-profit ZRT kezelésében lévő utak, például a 85-86-os út, ott az ő feladatuk erről gondoskodni. Illetve vannak magánutak is, ugye például az áruházakhoz vezető utak, vagy magáncégek útjai, ahol szintén a tulajdonosnak a feladata. A járdák tekintetében az intézményeknek a járdáit, a kiemelt területeket, forgalmas útszakaszokat, járdaszakaszokat ott a városgazdának a feladata takarítania, de nyilván a saját portája ingatlan előtt mindenkinek a kötelessége, és hát nyilván olyan anyagokkal, amelyek ugye a környezetre nem veszélyesek, ilyen például a homok, a hamu, vagy éppen a környezet kímélő útszorosó. Mi történik akkor, ha valaki nem takarítja el a havat? Fontos arról beszélnünk ilyenkor, hogy ezek a feladatokat azért végezzük el, mert egy közösségi érdek. Ugye? Tehát egy közösségi cél szolgál. Az elsődleges szempont az, hogy megelőzzük a baleset veszélyes helyzetek kialakulását, a sérüléseket, és ez kell mindig, hogy a szemünk előtt lebegjen, ezért csináljuk. Az is igaz, hogyha valaki erről a kötelességéről, vagy kötelességének nem tesz eleget, akkor akár 150 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal is sújtható, de én azt gondolom, hogy tényleg a közösségi cél, a közérdek az, hogy amely azt kívánja, hogy ezeket a feladatokat elvégezzük, és nyilván azt tudnunk kell, hogy akárhányszor lehet a hóeltakarítógépeket kiküldeni, vagy mondjuk ezt érzőjelben rakom, mert Hübele Balázs módjára nem lehet sózni, de akárhányszor lehet takarítani az utakat, azok nem lesznek olyanok, mint tavasszal, vagy pedig nyáron, nem fogják azt a biztonsági érzetet adni, amit nem téli időszakban. Fel kell fogni, hogy tél van, ennek megfelelően kell útnak indulni, ennek megfelelően kell vezetni, és az a munka, amit mi elvégezünk, az a rendeltetésszerű használatra teszi alkalmassá az utat, és ez nagyon fontos hangsúlyozni. Gondolom van egy ütemterv, amely alapján az önkormányzat ezt megoldja, ahol neki kell ezt megoldania. Hát hogyan van ez beosztva, mert információink szerint 70 kilométeres útszakaszról van szó, amit ugye meg kell oldani. Egy Csorna és közigazgatási területe, ugye ide veszük Fölcigetet, Csatári Majort, tényleg rengeteg utca van. Azt sem tudok, és mindig elmondjuk, hogy van prioritási sorrend, tehát megfelelő előrejelzéseket követően kiadjuk a riasztást, megindulnak a munkagépek nagyon rövid idő alatt, de azt nem tudjuk garantálni, hogy minden utcába oda fognak érni egy órán belül, akkor sem, hogyha valaki a Facebookon vagy a közösségi oldalak bármelyikén ennek hangot ad. Nyilván van egy prioritási sorrendünk, amely úgy néz ki, hogy először a fő- és tömegközlekedési útvonalak vannak takarítva, azt követően az egészségügyi és közintézményekhez vezető utak,
azt követően pedig a lakosság jeletes szolgáló intézményekhez utak, például a záruházak, boltok, és ezt követően jönnek a gyűjtőutak, mellékutak, a parkolók, ez a prioritási sorrend, a járdák, illetve a kerékpárutak esetében pedig azoknak a kihasználtsági szintje határozza meg a prioritást. Ugye, hogyha a szakmát nézzük, akkor most van egy példánk, tehát leesett az ónos eső, mi történik ilyenkor, hogyan indulnak útnak a gépek, illetve hát milyen erők, eszközök állnak rendelkezésre? Jó napot kívánok, Mohácsi Tamás vagyok, én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a Rába közi televízió nézőjét és Csorna város polgárait. Nagyon jó a kérdés. Jelen pillanatban a vállalkozásunk 3 nagy teljesítményű hótoló és sószóró géppel rendelkezik, azon felül 2 járdatisztító, járdaszóró és járdatakarító kisgéppel. A riasztás után nagyon rövid időn belül, durván 1,5 órán belül megkezdjük a szóróanyag rakodását, megkezdjük a szóróanyag kezelését és megkezdjük a sózást. Van egy ütemterv, ami szerint végezzük a munkánkat, amit Szandrás az előbb elmondott, és a kollégáim azok állandó készenlétbe állnak, úgymond ezért plusz juttatásba részesülnek, hogy a nap bármelyik szakába, akár éjjel, akár nappal, akár ünnepnap van, akár nincs ünnepnap, őnekik kötelesek megjelenni a találkozó helyen, és a szerződésbe vállalt kötelezettségi időn belül megkezdeni a szóródó anyag kiszórását. Azért beszélek szóróanyagról, sóról, mert sajnos az utóbbi pár évben hó eltolás nem volt. Tehát jellemzőbb a mai időjárásra az ónos eső, jellemzőbb a havas eső, mint az, hogy itt most sokszor 30 vagy 40 centis havat kéne tolnunk. Mennyire toleránsak a városban élők az önök munkájához? Tehát hogyan állnak hozzá? Egyre jobban, és ezt nagyon köszönjük. Tehát úgy vesszük észre, hogy a lakosság az hozzászokik ahhoz, vagy hát nem hozzászokik, hanem tudomásul veszi, hogy itt nagy gépek mennek, szűk utcákba mennek, mert hatékonyaknak kell lennünk, és azokat, amit évek óta kérünk, hogy ne álljanak autóval, személyautóval olyan helyen meg, hogy a gépeink ne férjenek el, nem tudunk kitolatni kis utcákból, az egyre jobban idejét múlja. Ami még nagyon-nagyon érzékenyen érint bennünket, és ezt nagyon kérem a lakosságot, hogy Csorna egy bringás város. Tehát ha ónos eső előrejelzés van, vagy nehogy Isten avazás, hagyjuk otthon a bringát. Tehát ennyit tegyünk meg a saját egészségünk érdekébe, a munkát végzők érdekébe, és a többi lakos védelmébe. Ha most az elmúlt éveket nézzük, hatékonyan meg tudják oldani ezt a problémát? Igen, úgy néz ki, hogy most összeállt most már 2 éve az a géppark, ami egy tartalékban van, mert itt tartalék is kell, hogy legyen, mert itt arra nem nagyon van lehetőség, hogy javítgassunk itt közbe, tehát a munkavégzés közbe, tehát egy gépünk tartalékba áll, és 2 végzi a munkát. Itt viszont azt el kell mondanom, hogy szolgáltatásunkat a vírus azért befolyásolja. Tehát mi 22 alkalmazottal rendelkezünk, akit bizony szelektál a koronavírus, és ha esetlegesen ebből adódóan nem volt még rá példa, azon vagyunk, hogy sose forduljon elő, de ha mégis, akkor kérjük a lakosság türelmét. Nézzük azt a példát, amikor megérkezik a hó, ugye az elmúlt napokban Miskolc kapott eleget, vagy az a környék, 5-10 cm, akkor mi történik Csorlán? Ebben az esetben azért mi már tudunk elő. Tehát olyan modern időjárás előrejelző rendszerek vannak, hogy azért itt az önkormányzattal közösen mi már napokkal előtt azért értesülünk arról, hogy nagy valószínűséggel százalékos arányba, 30, 40, 50, 60, 70 és százalékos arányba tudjuk, hogy mennyi a valószínűsége annak, hogy Csorna városára hány centiméter hó fog a közeli órákba vagy a közeljövőbe hullani. Ennek megfelelően az önkormányzat vagy sikosságmentesítést rendel el, vagy pedig len hótolást. Na most, ha valaki azt látja a városba, hogy úgy mennek a hótolók, vagy mennek a sószórók, és még semmiféle jele nincsen annak, hogy itt valószínűsíthetőleg ónos eső vagy hó fog esni, az nem azért van, mert unatkozunk, vagy éppen nagyon ráérünk, hanem megkezdtük az előkészítő munkáit egy várható, nagyobb beavatkozásnak. A polgármester úr, hogyha plusz anyag kell, vagy éppen ember a terve, ez szerepel?
hogy nem elegendő az imént említett létszám, illetve gépmennyiség? Természetesen ezt folyamatosan egyeztetjük a másikkal, tehát a vállalkozóval. Folyamatos nyomon követést igényel a rendelkezésre álló anyag, tehát a kiszorandó anyagnak az állapot felmérése. Hát ezt látjuk, hogy egy-egy beavatkozás közben, egy-egy úgy mondom éjszaka vagy nap közben is mennyit szórnak ki a Tamásék, és hogyha azt észleljük, hogy esetleg kevesebb van, akkor tehát nyilván rendelünk belőle, mindig a biztosra megyünk, tehát soha nem kockáztatunk azzal, hogy esetleg inkább kevesebb van benne a raktárba, és az elég lesz, vagy nem lesz elég, hanem mindig jó előre betározunk sóból, érdesítő anyagból, tehát az a veszély soha nem fenyeget minket, hogy esetleg el fog fogyni, és emiatt nem kerülnek az utak sikosságmentesítésre. Jelzések gondolom érkeznek a lakóktól. Milyen jelzések érkeznek? Tehát pozitív, hogy rendben van minden, vagy vannak gondok, vannak gócpontok a városba? Hál' Istennek azért nagyon nagy többségben vannak azok, akik meg vannak elégedve a munkával. Olyan mindig van, olyan jelzés, hogy még itt nem járt a hótoló, előttünk miért nem, mi nem tartozunk ide, stb. Tehát mindenhova odaérünk, olyan még nem volt, hogy utca maradt volna el, de nyilván a prioritási sorrendeket, azokat, ahogy előbb már felvezetőmben fogalmaztam, azokat be kell tartania a vállalkozónak, és aszerint kell haladnia. Nyilván, hogyha egész nap esik a hó, akkor ott nincs megállás, ott folyamatosan hát megfelelő pihenőidőt be kell tartani, de hát ezt a vállalkozás nagyon jól tudja, és nagyon jól is tudja kezelni. Úgyhogy én azt gondolom, lakossági megelégedéssel nincs baj, de ahogy fogalmaztam, előfordulhatnak olyan helyzetek, ahol egy kis toleranciát gyakorolni kell, mert mindig vannak olyan helyzetek, amire nem lehet egyszerűen felkészülni. Tehát, Tamás, ahogy mondta, én azt gondolom, hogy most már figyelünk, vagy figyelnek a lakók arra, hogy ne álljanak az útszélére, ne legyenek akadályok a hótoló esetében. De vannak más, ugye például az ellapátolt, vagy elrakott hónak, ahogy se lehet össze-vissza, tehát mindig a közlekedést az biztosítani kell, gyalogos közötti közlekedést, víznyelőket, vízelvezető árkokat szabadon kell hagyni, közérdekű élesítményeket szabadon kell hagyni. Mit értek ezen? Például a tűzcsapok elé nem szabad mondjuk nagyon mennyiségű havat felhalmozni, vagy szemétlerakók környékére, útburkolati jelre, kapubejáróba, ugye az még egy érdekes történet, vagy keresztezésbe, de mind évről évre azt gondolom, hogy ebben a dologban lépünk egy előre. Köszönöm. Nagyon szívesen.